Felpörögtek az események a győri Audi Eto KC házatáján. A válogatott szünet előtt már belekóstolt a szerda-szombat ritmusba a csapat. Két rangadót is játszottak egymás után, előbb a Ferencvárossal, aztán idegenben a Debrecennel, és mindkét alkalommal sikerült magabiztos győzelemmel elhagyni a pályát. Szerdán éppen 28-18 lett a meccs végeredménye. Hosszú útunk volt, és persze van rengeteg apróság, ami befolyásolhatja egy mérkőzés kimenetelét, de mi egy olyan csapat vagyunk, aki minden meccset a lehető legtöbb góllal szeretne megnyerni, és ez Debrecenben látszott is. A csapat egyre jobban összecsiszolódik, ami az egyre határozottabb védekezésen is jól látszik. Ennek az is az oka, hogy alig volt változása nyáron a keretben, így nem kell előről tanulni a formációkat, mondta el híradónknak Ivet Broch. Már kezdjük érezni egymást a védelemben. Idén könnyebb a dolgunk ezen a téren is, hiszen nem volt nagy játékos mozgás, így azért jobban megy a közös játék. Lépésről lépésre ez is fejlődik. A Győri Audiató KC szombaton az MTK-val találkozik hazai pályán, utána pedig a csapat nagy része hazája válogatottjával tréningezik majd. A győrieket a szombati meccs után legközelebb a Mityuland ellen a Bajnokok ligájában lehet megnézni hazai környezetben.